Ripszós-Sipos Álvira vagyok, a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium geometria szaktanára. Ez az óra matematikából a középiskolák első osztálya számára szól. Címe: háromszögek egybevágósága. A Véne Bogoszlávov gyakorló matematikai feladatok gyűjteményéből válogattam néhány feladatot. Az első feladat: adott a háromszög két oldala és az egyik magassága, bizonyítsuk be, hogy a két háromszög egymással egybevágó. Tehát az ABC háromszögben a B pontból húzott magasságvonal, ez a BD, ezt úgy jelöltük, hogy kis HB, az A1, B1, C1 háromszögben a B1 pontból húzott magasságvonal, a B1, D1, ezt úgy jelöltük, hogy HB1. Az egybevágó oldalak, tehát az A oldal, egybevágó az A1-jel, B oldal, egybevágó a B1-jel, és a HB magasságvonal, egybevágó a H1-B1-jel. Munkánk során használjuk a háromszögek egybevágósági tételeit, tehát az oldal-oldal-oldal, az oldal-szög-oldal, a szög-oldal-szög és az oldal-oldal-szög tételek alkalmazásával bizonyítjuk be. Ha most megvizsgáljuk ezen a rajzon a BCD háromszöget és a B1C1D1 háromszöget, tehát BCD és B1C1D1 háromszöget, akkor azt mondjuk, hogy azok egymással egybevágóak az oldal-oldal szögtétel alapján, mert a HB és a H1B1 egymással egybevágóak, ez az első oldal. Második oldal a BC és a B1C1, ez az A oldal. És mivel a magasságok merőlegesek a szemköztes oldalra, akkor itt derékszögek vannak. Ez az oldal-oldal szög tétel, tehát ez a két háromszög egymással egybevágó. Ha a két háromszög egybevágó, akkor a DCB szög egybevágó a D1C1B1 szöggel. Ez a szög itt fönt, egymással egybevágó. Most már használhatjuk az oldalszög oldal tételt a nagy háromszögre, tehát az ABC háromszög és az A1B1C1 háromszög azért egybevágó az oldalszög oldal tétel alapján, mert az A oldal egybevágó az A1-jel, B oldal egybevágó a B1-jel, és az előzőek alapján a C csúcsba lévő szög és a C1 csúcsba lévő szög egymással egybevágó. A második feladatban két oldal és egy másik magasságvonal, nem a C, B oldal, hanem a C oldal van megadva. Tehát a rajzunk hasonló, de másmilyen adatokkal indítunk. Most a BAD háromszöget vizsgáljuk, tehát BAD háromszög és B1AD1 háromszög. Ez a két háromszög derékszögű, mert a HB merőleges a kis B oldalra, HB1 merőleges a kis B1 oldalra. A BAD háromszög és a B1AD1 háromszög az oldal-oldal szögtétel alapján azért egybevágó egymással, mert a C átfogó egybevágó a C1 átfogóval, HB befogó egybevágó a H1B1, HB1 befogóval, és itt a derékszög. Ezek alapján megállapítható, hogyha a két háromszög egybevágó, akkor a többi adatok is egymással egybevágó a definíció alapján, tehát a DAB szög, ez nem más, mint az alfa, az a csúcsban lévő alfa szög, egybevágó a D1A1B1 szöggel, ami az A1 csúcsban lévő alfa 1 szög. Most már vizsgálhatjuk a nagy háromszöget, ABC-t és A1B1C1-et, és innen az oldalszög oldaltétel alapján, tehát tudjuk, hogy A egybevágó A1, C egybevágó C1, és az ABC, DAB szög egybevágó D1A1B1 szöggel.
A harmadik feladatban két oldaladot és a súlyvonal, ez a TA, TA1, ezek az A csúcsból húzott súlyvonalak. A súlyvonalról tudjuk, hogy a csúcsot a szem köztes oldal felező pontjával összekötő szakasz. Fölrajzoljuk a két háromszöget, legyen A pont a BC felező pontja, az E1 pont pedig a B1-C1 felező pontja. A oldal egybevágó A1 oldallal, C oldal egybevágó C1 oldallal, és az AE súlyvonal, TA-val jelöltük, egybevágó az A1-A1-TA1 súlyvonallal. Most vizsgáljuk a BAE háromszöget a B1-A1-A1 háromszöggel. Mivel az E pont felező pont, E1 pont is felező pont, akkor ha az A szakasz egybevágó a kis A1 szakasszal, a fele az EB is egybevágó E1 B1-jel. Ezen kívül tudjuk, hogy a C1 és a C1 bevágó, TA1 bevágó TA1, tehát oldal-oldal-oldal tétel alapján a BAE és B1-A1-A1 háromszögek egymással egybevágóak. Ekkor a definíció alapján a többi adatuk is egybevágó, ebben az esetben szögek. Válasszuk az EBA szöget és az E1B1A1 szöget, ami nem más, mint a beta szög. Ha most megvizsgáljuk a nagy háromszöget, ABC háromszög egybevágó A1B1C1 háromszöggel, az oldalszög oldaltétel alapján, mert C egybevágó C1, A egybevágó A1, és a közbezárt szög EBA egybevágó A1B1 A1 szöggel. És most a negyedik feladatban adott a két háromszögnek egy-egy oldala, egy-egy súlyvonala és egy-egy magasságvonala. Ha a rajzon ezt megnézzük, akkor az A oldal egybevágó az A1 oldallal, TA súlyvonal, amely az A csúcsot összeköti a BC oldal elfelező pontjával, és az A1 csúcsból az E1 pontig, amelyik a B1-C1 szakasz felező pontja, ez a TA1 súlyvonal, ezek egybevágóak, illetve a magasságvonalak. Az A csúcsból merőlegest húzunk a BC-re, és a magasság talpontja F, az A1 pontból merőlegest húzunk a B1-C1-re, és a magasság talpontja az F1. Első lépésben vizsgáljuk az FAE háromszöget és az F1A1E1 háromszöget. Ezek az oldal-oldal szögtétel alapján egybevágó derékszögű háromszögek, mert HA egybevágó HA1, TA egybevágó TA1 és a derékszög. Most ebből az következik, hogy választhatunk olyan adatot, amelyre nekünk a későbbiekben szükségünk lesz. Legyen ez az FEA szög, itt az L csúcsnál lévő szög, és az E csúcsnál lévő szög. Akkor, ha most megvizsgáljuk az ABE és az A1B1E1 háromszögeket, ezek az oldalszög oldaltétel alapján egybevágóak lesznek, mert a TA súlyvonal egybevágó a TA1 súlyvonallal, EB szakasz egybevágó az A1-B1 szakasszal, mert az A és az A1 egymással egybevágó, akkor a fele hosszúságú BE egybevágó a fele hosszúságú B1-A1-jel. Ha most ez a két háromszög egybevágó, akkor ebből másik adatok is egybevágóak lesznek, például a B csúcsban lévő ABE szög egybevágó, ez a szög egybevágó, a B csúcsban lévő A1-B1-E1 szöggel, ami tulajdonképpen a beta és a beta 1. Ezen kívül az AB szakasz egybevágó az A1-B1 szakasszal is. Most már vizsgálhatjuk a nagy háromszöget, amelyben az ABC háromszög és az A1B1C1 háromszög egybevágó, ez az oldal, A1, C1 és a közbezárt szög, tehát oldalszög oldaltétel alapján.
Az ötödik feladatban vizsgáljunk egyenlő szárú háromszögeket, ha egyenlő C a C1-jel és HA a HA1-jel. Tehát egyenlő szárú háromszögeinkben a C alap egyenlő a C1 alappal, és a HA magasságvonal egybevágó a HA1 magasságvonallal, tehát a D a merőleges talpontja a BC oldalon, és D1 a merőleges talpontja a B1-C1 oldalon. Ha most megvizsgáljuk a BAD háromszöget és a B1-A1-D1 háromszöget, akkor az oldal-oldal szög tétel alapján megállapítjuk, hogy ez az ADB és AD1-B1 háromszögek egybevágóak, mert két oldaluk és a derékszög egybevágó egymás. Innen kapjuk meg azt, hogy a DBA szög egybevágó a D1-B1-A1 szöggel, vagyis ez a beta szög egybevágó a beta 1 szöggel. Mivel egyenlő szárú háromszögek alapon fekvő szögei egybevágóak egymással, ezért az A csúcsba és az A1 csúcsba lévő belső szögek is egybevágóak a B csúcsba és a B1 csúcsba lévő szögekkel. Ebből következik, hogy az ABC háromszög egybevágó az A1-B1-C1 háromszöggel a szögoldal szögtétel alapján, mert A csúcsba egybevágó A1 csúcsba lévő szöggel, B csúcsba lévő szög egybevágó B1 csúcsba lévő szöggel, és az alapuk a C egybevágó a C1-jel. Na most, ha egyenlő szárú háromszögeknél egy oldalt és a csúcsba lévő szöget vizsgáljuk, akkor legyen ez a B egybevágó a B1-jel, és a gamma csúcsba lévő szög egyenlő legyen a gamma 1-jel a C1 csúcsba lévő szöggel. Mivel a háromszögek egyenlő száruak, ezért fölírhatjuk, hogy az AC szakasz egybevágó a BC szakasszal, és A1-C1 szakasz egybevágó a B1-C1 szakasszal. Ezért az ABC háromszög egybevágó az A1-B1-C1 háromszöggel az oldalszög oldaltétel alapján, mert két oldal és a közbezárt szögek egybevágóak egymással. Ha az egyenlő szárú háromszögeknél most súlyvonalat veszünk, akkor az A egyenlő A1-jel, tehát az A szár egyenlő az A1 szárral, nyilvánvaló, hogy akkor a B is egyenlő az A-val, és meghúzzuk a B-ből D pontba a súlyvonalat, ebben az esetben tehát D az AC szakasz felező pontja, D1 pedig az A1-C1 szakasz felező pontja. Tudjuk, hogy egyenlő szárú háromszögeink vannak, tehát AC egybevágó BC, A1-C1 egybevágó B1-C1 szakaszokkal. Ezen kívül BC egybevágó B1-C1-jel, és CD is egybevágó C1-D1-jel. Mivel a D pont felező pont, akkor CD egybevágó C1-D1-jel. Vizsgáljuk a BCD háromszöget, tehát BCD háromszöget, és B1-C1-D1 háromszöget. Ez a két háromszög az oldal-oldal oldaltétel alapján egybevágó egymással, akkor a tétel következményeként felhasználhatunk szögeket ezekből a háromszögekből. Legyen a DCB a csúcsnál lévő szög, megállapítjuk, hogy a DCB szög egybevágó a D1-C1-B1 szöggel. Ekkor vizsgálhatjuk az ABC háromszöget és az A1-B1-C1 háromszöget, mert a két szára egybevágó, és a csúcsnál lévő szögük egybevágó, akkor az oldalszög oldaltétel alapján a két háromszög egybevágó. A nyolcadik feladat derékszögű háromszögekre vonatkozik. Van két derékszögű háromszögünk, amelyben a befogók páronként egybevágóak. Tehát A befogó
egybevágó A egybefogóval, és B befogó egybevágó B egybefogóval. Ebben az esetben az ABC háromszög egybevágó az A egy B egy C egy háromszöggel az oldalszög oldal tétel alapján, mert A befogó derékszög B befogó, és A egybefogó derékszög B egybefogó. Ez az oldalszög oldaltétel. Most nézzünk olyat, amikor befogó és átfogó van. Tehát A befogó, egybevágó A egybefogóval, C átfogó, egybevágó C egy átfogóval. A derékszög mind a kettőben a C, illetve a C egy pontban van. Akkor a két háromszög azért egybevágó egymással, mert ez az oldal-oldalszög tétel. A tízes feladatban az ABC szabályos háromszögre szerkeztünk PQR pontokat úgy, hogy a BC ponton túl, BC csúcsokon túl fölvesszük a P pontot, CA csúcsokon túl fölvesszük a Q pontot, AB csúcsokon túl fölvesszük az R pontot, úgy, hogy az AQ szakasz, BL szakasz és a CP szakaszok egymással egybevágóak legyenek. Ekkor összekötjük a PQR pontokat, és azt állítjuk, hogy ez a PQR háromszög is szabályos, vagyis egyenlő oldalon. Nézzük ezt, hogy lehet megtenni. Mivel a kiindulási helyzet egyenlő oldalú szabályos háromszög, ezért az AB szakasz egybevágó a BC szakasz egybevágó CA szakasszal. Az egyenlő oldalú háromszög belső szögei mind 60 fokosak. Azt is tudjuk, hogy a PQ szakasz egybevágó QR szakasz egybevágó RP szakasz. Ha most az R pontot az A és B csúcsok után vettük föl, akkor az AR szakasz hossza a háromszög oldala plusz a meghosszabbítás. BP háromszög oldala BC plusz a meghosszabbítás. CQ az a háromszög oldala plusz a meghosszabbítás, akkor ez a három szakasz egymással egybevágó. Ezen kívül, mivel a szabályos egyenlő oldalú háromszög minden egyes belső szöge, az egyenes szög harmada, vagyis 60 fokosak, ezért a külső szögeik 120 fokosak, mert ezek a szuplemensei a 60 foknak. Ezt írtuk ide le, QAR, RBP és PCQ szögek 120 fokosak. Akkor, ha most megvizsgáljuk az AQR háromszöget, a BRP háromszöget és a CQP háromszöget, ezek mind egymással egybevágóak, mégpedig az oldalszög oldaltétel alapján, tehát az ARBPCQ, a 120 fokos szög és a PQQRRP egybevágóság alapján. És ezzel köszönöm megtisztelő figyelmüket, ez a bemutató a háromszögek egybevágósági tételeit alkalmazó feladatokat mutatott be.